A Kunsthalléba, a Kassai műcsarnokba ezúttal is vörös szőnyegen érkeztek a 26. Árfilmfest Nemzetközi Filmfesztivál nagyítójára a vendégek. A színművészek Ján Jackuliák, Branislav Dák, Danuca Jurcsová, Eva Szakalová mellett jó volt látni Varga Anikót és Kanóz Zsuzsát is. Itt Kassán először vagyok, és nagyon tetszik nekem, otthon érzem maga, hát otthon is vagyok, és örülök, hogy itt is lett egy ilyen fesztivál, és hogy az emberek élvezik, hát szerintem előre halad. Trencsincsepicéből 3 évvel ezelőtt Kassára helyezték át a Nemzetközi Filmfesztivál megrendezését. Biztos vagyok abban, hogy minden évben nagyobb lesz, jobb lesz, és eljönnek ilyen emberek, aki nem csak itt Szlovákiában, a világon, valami jelentenek. A Kassai Nemzetközi Filmfesztivált az Árfilmfest igazgatója Milan Lasica nyitotta meg, de a résztvevőket Peter Pellegrini, Szlovákia kormányfője is eljött köszönteni. Nem titkolta, hogy nem könnyű olyan művészek előtt megszólalnia, akiket eddig csak a televízióból ismert. Amire Milan Lasica viccesen jegyezte meg, hogy eddig ő is csak képernyőről ismerte a miniszterelnököt. Především pán premiérovi, ktorého som doteraz poznal tiež len z obrazov. A fesztivál megnyitóján már is 3 díjat osztottak ki. Az aranykamera díjat megosztva kapta a lengyel Agnieszka Holland és az orosz Alexi German. A színész misszió díját a szlovák színművésznél Zuzana Maureri vehette át. Ezen a fesztiválon 49 ország játékfilmei közül válogathattak a nézők. Nagyon nagy a választék, úgy tudom ugye, hogy kb. Ilyen 200 film van, úgyhogy van miből válogatni. Néztem egy-két magyar produkciót, a Sopsi Csárpád filmére vagyok nagyon kíváncsi, illetve szlovák filmekre is, és hát hagyom magam meglepni. A kínálatban 22 szlovák film is szerepelt, melyek közül 11-nek Kassán volt a premierje. Olyan alkotásokat is bemutattak, melyek Milan Rastislav Stefánik, Tomás Masaryk, Alexander Dubček, illetve Václav Havel történelmi szerepével foglalkoznak. A magyar játékfilmek közül a Kincsem, a Mártfői Rém, a Császár új ruhája, a Budapest Noir, a Köszönöm jól, illetve az Egy nap került vetítésre.